dicsőítsetek előttekről. Testvérek, áld meg neked vasárnapjának közösségi szentségére jöttünk össze, amely szentségét elmúlt Molnár Berezni Ilona édesanyjáért, és elmúlt való nagyszülőkért és szülőkért és családokért ajánlott el. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel vehessünk részt ebben a közösségben. Gyónom, a mindenható Istennek, régi fennetek testvérem, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és imasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságot, mindenkor szeplőben a szívmányát, az összes angyalokat és szenteket, és kivetetségeim, hogy imádkozzatok élettel, Urunkhoz Istenhez. Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életet. Amen. Az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál.
Ennek hallottára már az udvarban is gondolkodni kezdett a köszöntés érdemi. Az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, te gyermek találtál Istennél. Gyermeket fogansz méhekben is fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasság felé fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának Dávidnak trónját, uralkodni fogjátok házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mert akkor megkérdezte az angyalról, hogyan történhet meg mindez, amikor én férjét nem ismerem. Az angyal így válaszol neki, a Szentlélek száll le rá, és a magasságbeli ereje borít be árnyék által. Ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt nevezni. Lásd, rokonod Erzsébet gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van pedig Magdalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor Mária így szólt, írja az Úrnak szolgáló leányom, történjék velem a te szavaid szerint. Ezután eltávozott tőle az angyal. Ezek az evangélium igényé. Áldjuk téged, Krisztus! Hiszek az én Istenben, de a ható atyában, mennyeknek és földnek, minden láthatóan és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az én Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az én Úrban született, Istenem Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született de nem teremtmény, az Atyában egy lényeg nincs, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi bűnségünkért, leszállott a mennyből, megkecsesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéről. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszületetét, én halált szemedet és nevetlenkét. Harmadnak a történet az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának urgás, de újra is csőség nélünket és voltakat, és országának rendezvére. Hiszek a szent életben, valóban is életetőmben, aki az Atyától és a fiútól származik, akit én úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az én szent, a katolikus és a apostoli szent egyházban. Hallom az én kerességet, a bűnök bocsánatát, várom a holtak föltámadását, és a belében. Kérjük testvéreim, mennyeik atyákat, hogy a megváltás titkának felismerése erősítse hitünket és irányítsa a cselekedeteinket. Adjunk előtt egy házadnak a hit megvallására, hogy a világon ismeri általunk a megváltás örökérét. Hallgass meg, Jó! Kérjük, hallgass meg minket! Adjunk papjainak apostoli buzgósságot és erősíts meg őket, hogy páratlanul, páratlanul hirdessék fent tanításodat. Hallgass meg, Úrunk! Kérjük, hallgass meg minket! Fékezd meg a háború pusztító erejét, hogy békesség szálljon az egész világra. Hallgass meg, Úrunk! Kérjük, hallgass meg minket! Erősíts meg a Szuzanya közbenjárására, minden nővelőben az édesanyai hivatás megbecsülését és szeretetét. Hallgass meg, Úrunk! Add meg a szervezőnek, hogy az üdvösség reményéből előtt merítve elviseljék keresztényeket. Hallgass meg, Úrunk! Mindenható Istenünk, erősíts meg minket szent lelked által, hogy a Szent Szűz példájára mi is készséggel teljesítsük szent akaratodat, Krisztus. Thank you.
Mária, az Úr tenedből az áldozatot, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egészen szent egyház javára. Kérjük Istenünket, hogy ki ad egyetlen áldozatát, hogy annak technikával így esetben elnyeressük a közösséget, amelyben ütünk és amelyen reménykedve van. Törjük is a mi Úrunknál, Lord. Amen. Az Úr legyen veled. És a te lelkeddel. Emeljük föl kívülünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Úrunk szentséges Atyát, mindenható Örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Ő előrekintette a profétát szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a cizanyat. Az ő közeletét jelezte keresztelő János, majd bizonságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nékünk, hogy születésének ünnepétől rendezve várunk, és így imádságban nyilaszva dicséretében újonva találjon minket. És ezért késvégét az angyalok és főangyalok, a drónok körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget Jézus átjegyen, s megtegyük végnélkül énekeljük. Thank you.
Oh.
igaz békességnek körülöttünk. Körítsd a mi urunkkal tal. Amen. Testvérek, mondom az ünnepi készületünket, a templom takarítás, tehát a vízszintés takarítás, szerdán 1 órakor kezdődik, amelyhez kérem szépen Tulok Gyuláné, Szerdáné Erős Éva, Svenics Lajosné, Nemes Jenőné, Gábor Sándorné, Németh Tiborné, Novák Sándorné, Dobos Lászlóné, Odorics Virág segítségét azok közül, akiket munka nem hátrázott, nem keresztez. Tehát ez van 1 órakor, szerdán, csütörtökön, szenteste napján, hogy bizonytalanságokat meg ilyeneket elkerüljünk, este 7 órakor lesz a szemlésed. Én nem várom ki a holnapi napot, több kollégámmal együtt, ezen mindenki pap is mindenki más módon kínlódik. Én nem a Szlávik Jánosra, meg egyéb szélhámosokra vagyok kíváncsi, mert azt mindig vallom, hogy hát sajnos van koronavírus, de az a legszörnyűbb és legsajnálatosabb, hogy ebből sokan hasznot húznak, de nagyon sokan. Azok is, akik a miniszterelnök úrnak telebeszélik a fejét mindennel. Tehát így egy katolikus országban, katolikussággal nem lehet bánni 8 millió katolikussal, hogy majd hétből megtudod, hogy csütörtökön szenteste mikor mehess a templomba. Ez csak az istentelen, ördögtől megszállott emberek teszik. Mert ez nem véletlen, de ez direkt volt. Csak a miniszterelnök úrnak volt annyi lélekjelenét, hogy azt mondta, majd hétből a kormány többet tud. Tehát akármilyen kiárási pillanat, vagy még tudom én, a régi a 8-ban, 7 órakor lesz szenteste itt a mise, ez a legbiztosabb. A karácsony napján már rendes időben délelőtt 9:30-kor van a szentmise, Szent Család napján ismét 9:30-kor, december 26-án a másik palmainkban van a szentmise. A másik ugye a karácsonyi ünnepek, karácsonyi Szent Jónás, azt, akik még nem tették meg, ha jöttek gyóni, azok tegyék meg, hát a lelkünk üdvössége, az ünnep méltósága, és mindenképpen önmaguk tartása érdekében. Hosszú a karácsonyi időszak, tehát a december 25-t kivéve bármikor megkereshetnek, vagy épp a szentmiséggel kapcsolatban szentjónást végezhetnek azok, akik ennek fontosságát igényét látják. Aztán azt is mondanám, mert valamikor ki kell mondani, hogy sem a Szent Atya, sem a bíboros úr, sem a püspökök nem mondták, hogy a templomba nem kell jönni. Tehát én örülök azoknak a felnőtteknek, szülőknek, gyerekeknek, akik itt vannak a templomban. Én csak örülni örülhetek, de ne ringassa senki magát abban, mint Szent Péteri szülők nagy része, akik háborút indítottak ellenem, de sokra nem jutottak, hogy nem volt bérmálás elsárkozás, mondtam, hát kit hívjam, hova hívjam. Nem kellett templomba gyűlni, hogy nem kellett volna, úrnapjától kötelező volt. Addig őszig lehetett volna. Tehát mindenki ezt vésse a jó szívébe, hogy senki nem mondta, hogy templomba nem kell jönni. Aki fél, ne jöjjön, aki, de mert pedig a mi püspökünk, a János püspök úr mondta, hogy a templomba még senki nem kapott fertőzést. Tehát olyan lesz a karácsonyunk, amilyennek megalkotjuk. Nem lesz ez kis karácsony, meg egyéb, amilyennek megalkotjuk. Máskor is kísértek bennünket veszélyek, most is kísértek bennünket veszélyek, de hát tegyük le ezeket a veszélyeket a kisded jászolához, kérjük az ő gyermeki áldását, a mi gyermeki lelkünknek a kialakításához. És a segítségben, tehát a
szerdai segítségben jó szívvel veszünk, hogyha itt tudnak segíteni rajtunk, és készüljünk buzgó szívvel, további áldott készületet kívánunk mindenkinek az ünnephez, hogy ez az ünnep sem csalódással, hanem valahogy azzal a csöndes, alázatos, meghitt érzéssel teljen el, amilyennek megálltunk és megálltunk. Tehát szerdeste napján 7 órakor, karácsonyok meg a Szent Család napján a rendes időben, délelőtt 10-kor lesznek a szerdeség. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Szent. A Szent Isten végetén mondjuk áldásra tudnám.